Szervuszok, köszöntelek benneteket, ez itt a Partizán Pop, a Partizán tudatipari, médiaipari tóksója. A mai vendége Molnár Áron Noár lesz, de mielőtt bemutatnám őt, mindenképpen iratkoztad a csatornára, ami nem tetted volna meg, illetve ha érdekel, nem csak ez a szerkesztetlen, a teljes verziója is ennek az interjúnak, akkor szállj be a patronálóink közé a lent megtalálható Patreon linken keresztül. Kezdünk! És akkor fordulok is a vendégemhez a stúdióban, aki Molnár Áron Noár. Szevasz, köszi, hogy jöttél. Szia, Marci, köszönöm a meghívást. Egy, egy nagyon pici dolog, csak annyi, hogy a Noár az maga a mozgalom. Mert egy mozgalom lett belőle, tehát igazából eleinte csak egy ilyen, tehát ez már nem csak én vagyok, hát ez már több annál. Tehát Ezt a a... névként már nem használod? Nem, egyáltalán nem. Sőt, kifejez, nem? kifejezetten figyelek arra, hogy például amikor megkérdezik, hogy hogyan apostrofálják, vagy hogyan tüntessenek fel, akkor Molnár Áron színész, aktivista, a Noár mozgalom alapítója. Vendégünk Molnár színész, aktivista, a Noár mozgalom alapítója. Szervusz, köszöntelek a stúdióban. Szia Marci! <laughs> Középiskolában a Vörös Gimnáziumban jártál már Budapestre, és mielőtt beszélnél az iskolai évekről, szeretném, hogy kifejezetten beszélni az iskola igazgatójáról, Koromné Beg Zsuzsannáról, aki ugye tavaly decemberben hunyt el. Kérlek, hogy meséld el, milyen emlékeket őrzöl róla. Ugye egy rendkívül kivételes pedagógus személyiségről van szó, egy intézményteremtő személyiségről van szó, akinek egészen méltatlan támadásokat kellett elviselni az utóbbi tíz évben. Hogyan gondolsz vissza rá, mi az, amit köszönhetsz neki? Édesanyám nem fog megsértődni, de ő volt a második anyám. A, ő egy hihetetlenül nyitott, nagyon-nagyon tiszta, egyenes, nyers, kemény, kritikus gondolkodással felvértezett, a szó legnemesebb értelmében és legtisztább értelmében liberális gondolkodású nő volt, egy szabadelvű osztályt és egy egyéniséget nevelt, és az, hogy, hogy mi ott tartunk, ahol az osztályban annak nagyon-nagyon nagy része és százaléka az az ő érdeme. Ő olyan csodálatos nő, aki, csak mondok egy tök, tök jó példát vele kapcsolatban, amikor a Tanulni akarunk című számot meg, megcsináltuk, akkor én tudtam, hogy a Vörös Marti Minyági szerettem volna leforgatni. Egyrészt az oktatás miatt, másrészt kívülről belülről ismertem az iskolát. És amikor leforgott a klip, akkor uh, utána a, a figyelőnek az egyik újságírója hihetetlen méltatlan módon elkezdte betámadni az iskolát, hogy nem kértünk engedélyt és politikai és üzleti célokra. Aztán használ... üzleti, ez nagyon jó, mert ugye félèounk non profit nonprofit tehát így eleinte minden saját zsebből csináltunk. Üzleti célokra használjuk az iskolát. És uh, és emlékszem, hogy így nagyon beláthatok a Begzsúba, Akkor az osztályfőnökünkbe, ugye most már az igazgatója volt az intézménynek, és uh, és fölhívtam, hogy hogy vagy tanárnő? És mondta, hogy hogy lennék, jól vagyok. És mondta, hogy jó, de, de, de hogy bármi kell, segítség, Tehát, hogy mi ez a helyzet, mondj már valamit. És azt mondta, hogy Áron, én egy olyan országban szeretnék élni, ahol egy ilyen klipet nem kell leforgatni. De hogyha már le kell forgatni, akkor forgasd nálunk. Neked kulturálisan itt nyílt ki a világ. Tehát ez volt az, amikor megérkeztél a Vörös Martiban, megérkeztél Budapestre. Mik voltak azok az élmények, amit leginkább formáltak? Akár színházi előadások, akár filmek, bármi más? Hát az volt, ugye, hogy amikor uh, mi 15 évesek voltunk, akkor uh, a mi osztályunk egy drámatagozatos osztály volt, és a Keresztúri József, és a Koromné Begzsú, Begzsúzsa volt az osztályfőnökünk. Ez egy olyan közeg volt, akik folyamatosan vittek minket a színházba. Tehát nekünk az első ilyen közös színházi emlékünk az az volt, hogy elmegyünk valami előadásra, nem tudom micsoda, de hogy a marci szerzes panglit, és akkor utána azt elpippantjuk az előadás előtt, nem, nem szívás ilyeneket, hát micsoda? Tehát beleslukhoz kettőt, és azt érzed, hogy mi És ez beülsz egy cirkuszba, és a cirkuszban ö, elkezdődik valami előadás, és azt érzed, hogy ilyet még életedben nem láttál. Zenélnek, énekelnek, mesztelenek, vadak, bátrak, iszonyatosan jól beszélnek, és azt érzed, hogy én, én ezt akarom csinálni. És ez volt a Krétakörnek a hazám-hazán cím előadása. Az volt az első előadás. Az volt az első Pesten. Igen. Érted? két, és két sluk spangli után, a hazám-hazám. És olyan volt, hogy így, hogy így azt érzed, hogy így ez, hogy ez, ez, ez igen nincs a világon, ami itt történik. És aztán utána, hát ugye mi Krétakör fanok lettünk. Tehát ha engem valaki megkérdez, hogy mi az, ami megelőzte az én ami, ami berobbantott a lelkemet színészként, az egyértelműen az, hogy mi a Krétakörön nőttünk föl. Uh -huh. Mi végignéztünk ugye mindent. Mi többször is visszamentünk hazám hazámra, Fekete Országra. Tehát ezek, ezek, ilyen kultikus előadások voltak. Nézőművészeti től nagyon sok minden. Kim voltak a plakátok az osztályban. A krétakörös előadásokról. Volt, ami nagyon nem tetszett? Tehát volt, ami kifejezetten nem ezt a lelkesedést váltotta ki belőle, hanem épp ellenkezőleg nagyon fölbosszantott, és nagyon ellene volt minden ízlésednek, érzékednek? A, mint a Vörös Marti alatt néztem előadást. Igen, igen, igen. De nem Krétakör. Nem, bármi. Vígszínház. Hát amikor megnéztük a Cseresznyés Kertet, azt, azt nem hittük el. Hát úgy jöttünk ki róla, hogy én soha nem akarok ebbe a színházba jönni. Én eszem ágában nincs ebbe a színházba. Ide gyakor, nem gyakorlatra, sehogy. És akkor Farkas Díjes barátom mondta azt, hogy te ebbe a színházba leszel, itt leszel, mondom, én, te hülye vagy. Hogy lennék itt? Hát láttad ezt az előadást? Mi történt? mindenki frusztrált színészek felsorakozva rémisztően játszanak. Mi történt benned, hogy onnantól, hogy középiskolában azt mondod, hogy a, csak a végszínházban -e, de még gyakorlatra se, hogy megérkezel a Színházba, és egyébként nagy elánnal vetett bele magad a munkába? Csomó izgalmas dolog történt, ami voltak izgalmas előadások, amire azt mondtam, hogy na hát ez, 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 ez be, ezzel bejebb tudok kerülni. Vagy az, hogy amikor Enikő az, Enikőnek az interjúit nézted eleinte, azt érezted, hogy, így, hogy itt azért itt, basszus, ez más lesz, mint, mint, a Marton alatt, hogy itt, 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 azért megmozdulnak elemek. És amikor kiderült az, hogy tényleg a Nagy Zsolt, akiről beszéltem, hogy gyerekkorban hogy rám, a Fekete Tibi oda fog menni, ott előtt csinálunk és katonák lehetünk, hát azt éreztem, hogy hát ez egy másik világ, ez egy más intézmény. És tényleg az lett eleinte. Tehát tényleg az volt, hogy itt aztán pú, amit akartál. Tehát tényleg itt lépcsőn, kúsztunk, másztunk, katonák voltunk három napig, Óriási társaság gyűlt össze, nagyon jó volt. Enikő eleinte hihetetlen izgalmas dolgokat rakott össze. Nagyon in in intenzív, impulzív színházat uh, képzelte el velünk együtt. És az marha jó volt. Azok az emberek, meg az a millió, ami ott körbe Hát azt hittem, hogy itt ez, ez a második krétakör. Mi változott meg? Az Enikő. Csak ő. Igen. Hát, ő nagyon durva. Hát igen, ő nagyon-nagyon más lett. Nagyon. Cezaromán lett kiszámíthatatlan, agresszív, brutális, és uh, fizikailag és verb verbálisan is mindenképpen. Mit értesz az alatti fizikailag is? Amikor az önkormányzat például csinál egy, egy vizsgálatot, ami még nem tudjuk, hogy mi lesz ebből, még mindig nem tudjuk. És, uh, a fenntartó, igen. A fenntartó, igen, hogy, hogy, hogy uh, mi történt ebben az intézményben, és 70 ember elkez, elkezdi mesélni a történeteket, akkor engem fölhív egy kollégám, és mondja, hogy hát figyelj, én, én Elmegyek, elmondom, mi történt, de velem úgy, Isten igazából semmi nem történt. Jó, hát a színpadra, megrángatott, meg, meg ellökött, de, de azon kívül, és mondom, hogy ájájájáj, áj, 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 áj. ez az. Ilyen nincs. Nem fogunk meg valakit a fülénél fogva, és húzzuk át a színpad egyik sarkából a másik sarkáig, és, mond, és, mond, és mondjuk azt bele a, a fülébe, hogy, 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 hogy nem hallod, mit mondom. Mondom, diagonál, most ki a füled. Nem színésszel, de megtette. És ennél még durább dolgokat megtett. És ezt a társulat vagy a színpadon jelenlévő kollégák nézték? Igen. Te jelen voltál akkor? Nem. Nekem utólag mesélték. Én, amikor én jelen voltam minden egyes abúzusánál, minden egyes felszólalásánál, én mindig szóvá tettem. Soha nem hagytam. Soha. A legelső pillanattól kezdve? Abszolút. Nem, jó, bocsáss meg. Ne. Tehát az első pillanat az az volt, amikor a helyi alkalmával felrohant a színpadra, és a Néder Panni rendezte az előadást ő nézte a próbát, öt percet próbáltunk, felszaladt, azt mondta annak, hogy most maradj csöndben, azt mondta, hogy most azt csinálom, amit mondok. És ö, én akkor már négy éve azért a színműre jártam, de találkoztam rendezőkkel, meg dolgoztam az Alföldivel, az se volt egy könnyű menet, de hogy ö, de hogy ez egy iskola, meg ez egy külön történet szerintem, hogy megvizsgálni azt, hogy ez mi ez a történet, ö, hogy ez a, ez a fajta kommunikáció, hogy ordítunk a színészet, de hogy azért találkoztam különböző emberekkel, tehát hogy akik azért ezt nem csinálták. És, és a színpadon, és azt csinálom, amit mondok. De ő nem volt a rendező. És mondtam, hogy de, de hát a, miért csinálnám azt? Tehát a panni a rendet. Mondom, azt csinálod, amit mondok. És elkezdte rendezni a rendező szeme láttára, hogy ennek mit kell megcsináljak. Úgyhogy 5 perce ment a próba. Ő rendezte a maszat hegyet délelőtt, délután a presszer, este a marton, visszajött aztán az eszenyi reggel, és számunk kérte, hogy mi a büdös franc van itt, és, nem, és akkor azt mondta, hogy de hát a presszer meg a marton rendezte tegnap, miután te elmentél, hát mi lenne? Tönkre vagyunk menve. 22 évesen állok itt egy gyerekdarab kellős közepén, és azt hiszem, hogy tök jó lenne jó csinálni, tök jó lenne jó belemenni, mint az állat ehhez képest. Mit műveltek ti itt az emberekkel? Kirúgtak embereket, ö, 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 saját, saját, feje után ment, de rosszul. Senki nem nem, 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 kezelte őt. Az első pillanatnál mondtam azt, hogy így nem lehet. A nem csak azt mondod, hogy nem kezelte őt, hanem azt mondod, hogy Marton László vagy Presser Gábor adott esetben ebben tett társa is. Vagy persze, hogy az volt. Hát hogy? De ketten. Hát, ők is látták, hogy mit csinál. És amikor, a, amikor, a, amikor, azt mondjuk, hogy, hogy ez, ez nem a búzus, meg ne azt mondja, de ne ordíts! Érted, ők hogy a... is így viselkedtek? Nem, ő nem, nem. Nem, nem. Presser, meg a Marton nem. nem. Nem, nem ők nem. De hát mi, miért rendezik az előadást? Hogy szólhatnak bele, amikor ott van a rendező a színpadon? Hogy, hogy kontárkodhatnak bele? Hogy is a, a színész, úgyhogy a rendező nem tud róla? Hogy, hogy beszél? És egyébként az elég, hogy mit a francot keres a színpadon? Félelemben tartotta az egész intézményt. Félelemben. Voltak olyan öltözők, volt egy öltöző, ami ki volt jelölve, ahol ott voltak a piásüvegek, meg a gyógyszerek. Az ő próba folyamat alatt. Voltak, aki így túl. Volt, akik így élték túl. Te ezt hallottad, vagy láttad? Nem, ezt láttam. És ez egy nagyon nagy. Volt egy öltöző, ahol eszenyénik ő részére. Alkohol... Nem az ő részére, nem, a társulat részére. A társulat magának csinált egy öltözőt. Hogy túléljék azt, amit művel az az ordítást, az, hogy az alma darabokat látod benne a mikrofonba, amit belefröcsög, az, hogy repülnek a tárgyak, az, hogy csapkodja a színpadot, és ott állnak felnőtt emberek, az, hogy egy világbajnok futó vagy egy gyors gyaloglónál ügyesebben gyalogoltat egy színészt, mert ő mindent jobban tud, mindent, mindent, mindent jobban lát át. És ha te nem azt csinálod, amit mond, akkor te nem vagy a katonája. És ő ezt ki is mondta egyszer a Kovács Patricianak, hogy neki katonák kellenek. És ez a katona attitűd, ez nem így működik. Az, amit ő az, amit ő csinált, az nagyon más. És, és brutális volt. Összeszorult a gyomrom már a végén, amikor be kellett abba az intézménybe menni. És emlékszem arra a konfliktusra, amikor egyszer mentem át a színpadon, és gomboltam be az akumat, és azt, mondta, hogy gombol be az akódat, és mondtam, hogy igen, igen, fél tíz volt főpróba. Utoljára mondom el. És mondom, mi az, hogy utoljára mondod el? Utoljára mondom el, ordította le a szín, lentről a nézőtérről. És mondtam neki, hogy, hogy figyelj, a teremben megbeszélésen mondtad el először, hogy be az akomat. Mi az, hogy utoljára mondod el? Mondom, te úgy beszélsz velem, de ne beszélj velem, mint a kutyával. Mondom, mit, mit, miért, miért ordítasz? Fölrohant a színpadra, ilyen közelbe lát az arcom, és azt mondja, hogy mit képzelsz magadról? Hogy képzeled ezt? Hogy képzeled ezt, hogy így viselked... Mondom, te hogy képzeled ezt, hogy így viselkedsz? Mondom, nem látod, hogy ide az emberek viselkedni járnak be, és nem próbálni. Hogy itt nem színészek vannak, hanem zombik. Nem látod, hogy mindenki retteg tőled? Mindenki, aki körbevesz téged, retteg? Jó, akkor most egy 24 éves, voltam 26, miatt elhagyom a hajót. Kirúgta az ajtót, és kiviharzott. Ez volt. Az emberek viselkedni jártak be. Nem, nem próbálni. Hol volt az, hogy önfeledten próbálsz valamit, kreatívan, lazán, faszál, de így ugrik össze, hogy megláttad. Azért nem mentél a harmadikra, hogy ne találkozz vele. <laughs> Rémisztő. Rémisztő. És főleg ez a fajta mostani tagadás, egy -e bocsánatkérés nem hangzott el, hogy egy vizsgálat nincs ezzel kapcsolatban, hogy az abúzus mai napig megtörténhet ebben az országban, az Operett tökéletes pandan története, hogy nincs kialakítva egy rendszer az országban, hogy egyszer csak egy, egy bizottság azt mondja, hogy, hogy szakértőket állít fel, és azt mondja, hogy na akkor beszéljük meg a kereteket. Mi számít abúzusnak? Mi számít fizikai és verbális abúzusnak? Megtörtént-e? Meghallgatva a, 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 azokat az embereket, akikkel megtörtént. És aztán fölállítva egy tényleg, egy valódi uh, szakértői bizottságot, aki ezt kivizsgálja. És a végén van egy anyag, és nem egy rohadt telefonszám, számon bencsöng az intézményben, meg nem úgy, hogy a van, hogy átküldik az abuzálóhoz az embert. Mi a büdös franc van? 2020. Akár fizikai, akár lelki, akár mentális tüneteid alakultak ki. Oh, persze. meg... Hogy küzdöttél meg ezzel a... Úgyhogy eldöntöttem, hogy lelépek. Elönt. De addig, amíg ezt a döntést meghoztad, addig hogyan küzdöttél ezzel? Harcoltam vele. Magad hát, magadban, úgy értem. Tehát, hogy, hogy hogyan próbáltad ö, akár, akár normalizálni magad számára, hogy oké, okay, ez a munkájám, valahogyan teljesítenem kell. Láthatóan mindenki megbékélt vele, akkor lehet, hogy nekem kell adattál. Sehogy, volna. Marci. Nem nem, nem nem, tudtam feldolgozni. Nem tudom. Nem, Sehogy. Nem tudtam feldolgozni. Nem tudtam. Frusztrált voltam. Itt a Dühös. Ittam, nem aludtam, buliztam. Volt például egy, egy alkalom, amikor elmentünk külföldi vendégjátékra, akkor kezdődött az évad, és emlékszem, hogy ilyen gyűrűletes emlék volt, hogy, hogy, újra bele ebbe a... Tehát éreztem, hogy el akarok jönni, el akarok innen szakadni. Szányba volt már? volt már? 2016, azt hiszem, 2016. És mentünk vendégjátékra a bodóikkal, és írdatlanul berúgtam egy éjszaka, és szétrúgtam egy asztal lábát, ilyen megengedhetetlenül viselkedtem, összetörtem egy képet, előbb az állat, tehát nagyon, tényleg nagyon be voltam rúgva és összetört képek, ahol leszorítottak, öten fogtak le, zúztam, törtem, zúztam, és akkor az Enikő azt mondta, hogy akkor, akkor ő felfüggeszti a társadalmi tagságomat, de nem rúg ki, de hogy innentől, onnantól kezdve, a kezében voltam. Tehát, hogy rajta múlt, hogy most akkor kapok egy szerződést, nem kapok egy szerződést, és mondták, a, Mar viszont a Marton ült, az Eszenyi, meg a, a, gazdasági vezető, és mondták, hogy hát ők ilyet a Vígszínházban még nem, ilyet még nem láttak, hogy ilyen történjen. És az volt, hogy akkor döntöttem el, hogy, hogy a nagybüdös francokat. Hogy nem? Senki nem volt, akivel tudtam volna beszélni, vagy aki ezt segítségért tudtam volna fordulni. ott volt az osztályfőnök, ott voltak az szfn a korábbi tanárai. Próbáltál -e például náluk valamilyen módon tanácsot kapni arra vonatkozóan, hogy mi az Isten kezdjék ezzel a helyzettel. Mindenki tudta, hogy mi a helyzet. Mindenki megélte már vele ezt a történetet, mindenki pontosan tudta, hogy hogy is mi volt a mondásuk, amikor tematizáltad, hogy te Marad csöndben, hamarabb szabadulsz. Ez volt a mondás. És az volt a durva, hogy, hogy az összes történt, amiket elmeséltem, az ventiláció volt. Tehát azt láttam, hogy, hogy nem produktív. Tehát nem, nem sikerül változtatni a helyzeten. Egyedül maradok, amikor odaállok egy helyzetben, amikor segíteni akarok valakinek, akinek a gyereke, ugye a gyereke miatt nem tud bemenni próbára. Odaállok az enikőhöz, és azt mondom neki, hogy de hát nem tudott normális embert szerezni, aki vigyáz a gyerekére, és hátra nézek a hátam mögött, amikor öten vagy tizen indultunk meg, és senki nincs a hátam mögött. Volt pár ilyen helyzet. Nem álltak be, féltek tőle, rettegtek tőle, és meg ordít az arcodba. És ezeket a történeteket inkább ventiláltam. És most ezt nem, nem azért szeretném elmesélni, mert ez, ez egy nagyon érdekes pillanat volt, amikor, a, amikor most a legutolsó pillanatban azt mondtuk, hogy eddig is ne tovább, az Enikőnek az attitűdjével. Mi összejöttünk barátok, akik régen megélték ezeket az emlékeket, amiket Enikő csinált velünk. És körbeálltunk most név nélkül, de tényleg színészek, asszisztens is volt ott most. Ez valahol pont március környékén volt, amikor kirobbant ez a botrány. És sírtunk. Szokogtunk. Elmeséltük a történeteket. Elkezdtünk, elkezdtük ventilálni egymásnak, amiket addig egy csomó helyzetben nem tettünk meg, mert elhülyéskedtük, elmarháskodtuk, viccként csináltuk, volt egy játék. Az ott a vicc, hogy én azt mondtam a színpadon, hogy, hogy enikő, van egy ötletem, és akkor a lengyel Tomiak az volt a vicce, hogy volt egy ilyen polifom rúd, és azzal így rácsapott ugye, a wilding, ez, ö, ugye erre a részre, akkor én letérdeltem, és így rácsapott ugye, a fejemre, és akkor meg meghaltam. Ez volt a viccünk. Hogy te, amikor akarsz mondani valamit, akkor ez történik veled igazából. És akkor mindig kurvára nevettünk, ez milyen vicces volt humorral próbáltuk előzni azt, amit ő művelt velünk. Megpróbáltuk átnevetni magunkat az abúzusokon. És most, amikor összegyűltünk márciusban, akkor sírtunk. Fiúk, lányok, vegyese, előjöttek a legdurvább, legótvarabb történetek. Amiket tényleg már nem szeretnék elmondani, mert, mert majd, hogyha a vizsgálat valamikor eljut valamilyen szintre, akkor remélhetőleg valami kikerekedik belőle. De ha nem mondod, akkor hogy fog eljutni a vizsgálatod? Mi már ezt elmondtuk. Tehát ez most, ez... Akik a vizsgálatot lefolytatják a vixenázban, az azok akár. ismerik ezeket a történeteket. A, igen. 70 történet van ott. És ott van, van fi fizikai és verbális abúzus is. 70 ezek ember. Fizikai Erről nem tudok. De fizikai bántalmazás történt, persze. Urvább is, mint az, hogy a fülén vezetve valakit végigvonszol a. Igen. És ezek megvannak, ezek a történetek. Le vannak írva. A rendőrségi fejlentés, mielőtt kitört volna ez az egész botrány. Soha nem született ezt szemben? Nem. A fenntartó felé bármilyen módon kerestetek-e kapcsolatot akár még ebben az időszakban? Nem, hogy soha. Mi nem. zajlik a fenntartása alatt? Nem, nem, nem. is elmondom, amikor valaki azt mondja, hogy miért most? Hát egyrészt én nem most, hanem onnantól kezdve, hogy az Enikő az első abúzív gesztusát megtette, én éveken keresztül csináltam ezt. És nem csak én, Mészáros Máté és többen, Csöre Gábor, Hegyi Barbara, beleálltak többen ebbe a történetbe, annó már a színházban is, amíg ő ott volt. De mi nem tudtuk, mik az eszközeink, Marci. A mi kutya... az erejét szerinted? a vixinhez ez kicsiben olyan, mint a Magyarország nagyban, hogy nem, uh, nincs következmény. Nincs, nincs valódi következmény. Szakmai elismertség védte őt? Ő volt akkor a legbefolyásosabb nő. A Forbes szerint. Ő volt akkor a legbefolyásosabb nő. Koreával tárgyalt, nem tudom kivel tárgyalt, ide mentek ott. tényleg valóban nagyon komoly befolyása volt. Nagyon komoly. És nem voltak következményei. Nem voltak, nem voltak ezeknek a tetteknek következményei. Ugyanaz, mint most nagy, nagyban ebben az országban sok brutális helyzetben van. Hogy egy hústorony, akinek meggyilkol érted autójával előtt x embert, egy kokainos partia közben még mindig szabad mozog. Hogy az, hogy egy pedofilnak még mindig itt van kieres lehetőség és pénzbüntetés kap. Enikőnek a pénzbüntetés annyi volt, hogy én hátul a takarásban azt mondtam, hogy ezt hogy képzeled, hogy így beszélsz ezekkel az emberekkel, hogy teheted ezt meg? És akkor néha azt mondta, hogy Mit mondtál, kerekedett a szeme, és fröcsögött a szába nyel, és ordított fel, és néha meg azt mondta, hogy igen, igen, igazad van. És aztán utána csinált mindent ugyanúgy. úgy kollektív fellépés nem volt lehetséges? Az én részemről egy ideig küzdöttem érte. Marcin, azért mentem el onnan, mert azt éreztem, hogy ez eddig tartott. Uh -huh. Éveken keresztül szerettem volna. Létrejött egy üzemi tanács. Létrehozni egy üzemi tanács, Halász Judit, Lukács Sándor, tényleg a Börcsi, Csöregábor, le, leperegtünk róluk, Martorról, meg a így Leperegtünk róluk. Azt merült, hogy esetleg szakszervezetet, alapítsatok, hogy a már meglévő szakszervezetet revitalizáljátok? Nem, nem akkor én nem tudtam még, hogy eznek bármiféle uh -huh. lehetősége van. Annyit tudtam, hogy 2000 forintot fizetek be a havonta a semmiért, mert egyébként ugyanúgy fél négyig próbálok. Utólag sajnálod, hogy akkor nem éltél ez az eszköz? A persze, uff, nagyon, nagyon sok mindent máshogy csinálnék. Mit még? De például feljelenteni. Sok helyzetben. A rendőrségnél vagy a fenntartónál? tartónál is, és a rendőrségnél is. Például. a konkrétan BTK-s. bűncselekményeknek fel, is volt a vagy elszenvedője? Igen, felvenni. Elszenvedője is? Nem, tehát hogy nem engem fizikálisan, nem, fizikálisan sosem abúzott. Hát, lökött rajta, de engem is. Tehát engem is lökött. Lökött, taszigált. Nem igaz. Lökött és taszigált engem is ugyanúgy. Tehát ez nem igaz. Mi ütött? Engem nem. De van más, aki Igen. Az is nagyon fontos. Ja, bocsánat, csak egy pillanat, de ez nagyon fontos, mert hogy erről eddig nem beszéltél még soha a nyilvánosságban. És hogy nyilvánvalóan a metoo szemben esetleg szkeptikus vagy kifejezetten rossz indulatú emberek majd azt fogják mondani, vagy azt feltételezhetik, hogy egy törékeny, kis termetű nőről beszélünk, milyen fizikai ereje lehet neki, hát hogy itt vagy te egy nagy, erős férfi ember, mit tud rajtad lökni. Kérlek, hogy mesélj egy kicsit erről többet. Nem löksz meg egy embert, nem lököd meg. Nem, nem rángatod, nem nyúlsz valakinek a keze, kezele, és rángatod, hogy idáj áll. Nem teszed meg. Azért nem teszed meg, mert próbálta másokkal, akik ezt nem teszik meg, és csodálatos eladásokat hoznak létre. De, De amikor ez... ütött, amikor kifejezetten fizikai erőszakot alkalmazott, az hogy nézett ki? Azt gondolom, hogy ez a dolog, arról, erről arról az beszél, aki érintett ebben. Én nem, nem akarok az ő nevében beszélni. De az ő nevében csak magát az esemény kérlek, mi meséld el. Ez egy, ez egy próba folyamat alkalmával fordult. Uh elő, de tényleg tehát ez nem az én történetem. És hogyha ezzel... Viszlőben tartva az anonimitását, de, ezzel... de, szerintem fontos, hogy ha már megemlítetted, hogy történt ilyesmi, és ezt korábban nem tetted meg, hogyha ezt már megemlítetted, akkor szerintem muszáj hozzátenni, mert máskülönben a, szkepti... a szkepsz is fog erősödni szerintem a nézőkben. így próbálta állapotba hozni a szín... színészét. Hogy üti őt. Igen. Igen, igen. Akkor, igen. Akkor is csinált, hogy... ökölel, neki ment egy színésznek. Igen, igen. Igen. Így van. És az őt, arcát ököllel Nem az arcát. A testét. Hasát, a hasát, igen. A hasát annak érdekében ütötte ököllel? Hogy elérje a kellő hatást, igen. De mondom, de ennél még durább történtek is vannak. Uh -huh. Amiről például az asszisztensek is tudnak mesélni. Súlyos, még súlyosabb történetek. Ami önmagában szerintem ez is egy brutális történet. Tehát ez is olyan, hogy azt mondta, hogy akkor mi a büdös francot keres még ez azon egyáltalán bárhol. És nem csak ő, és ez, ő egy, ő egy, ő egy tünete, egy nem kezelt ügynek. Ezért fontos, akár kis a története is. Ez egy, ez egy, ez egy, közös kollektív ügy, ami nem megint jobb és baloldal kérdése, hanem egy közös ügyünk, hogy ez nem teheti meg. Másrészt pedig az, hogy amit mondtam is, hogy amikor megfog. Látod, milyen érdekes, hogy, hogy, azt mondtam az egyik kollégámmal kapcsolatban, hogy hát ő azt mondta, hogy nem, őt nem érte fizikai abúzus, erre most egy óra múlva én azt mondom, hogy hát engem sem érte annyira, de, de, tehát hogy nincs olyan, hogy valaki fön a színpadra, a karod alá nyúl, és elkezd taszigálni, mert szar állsz. Nincs olyan, hogy arréblök. Nem teszed meg, ezt nem csinálod meg, nem csinálsz ilyet. Nem ütsz valakit ököl, nem fenyegetsz valakit életveszélyesen. Nincs ilyen. Nem teszed meg. Ti nyilvánvalóan súlyos traumákat hordoztok, Valószínűleg ez tört ki ott, amikor volt ez a kör, amiben találkoztatok és megosztottatok a történeteket. Kértétek el szakember segítségét, hogy ezt fel tudjátok dolgozni? Te személyesen járt -e bármilyen segítő szakemberhez ahhoz, hogy ezen túl tudj lépni? Én nem. Én ennél nem azt akarom, de erősebb voltam ennél. De voltak akinek... Ez erőkérdése? Hát lelkierő. Tehát, hogy ez, ez, ez gyerekkortól eredeztethető. Tehát, hogy nekem ezt, mivel édesanyámmal, ugye, ahogy végigbeszéltük a gyerekkort, én ebben volt egy csomó helyzet, amiben meg tudtam erősödni. Voltak akit ez nagyon brutálisan érintett, és mai napig jár. Mai napig jár szakemberhez ezek a dolgok miatt. De ahogy most beszéltél róla, te is nagyon erős átéltséggel beszéltél erről. Minden Tehát nagyon-nagyon nagyon, uh, intenzíven él ez lehet látni. Igen. Nem volna a ebben, ebben tényleg valamilyen módon szakember segítségével végigmenni ezen a történeten és feldolgozni? De én minden alkalommal, amikor például beszélek erről, szerintem az az. Az az? az? Igen. Ez ugyanaz színészként? Egyetesíti a nyilvánosság a mentálhigiénés segítséget? Um, inkább az eredmény az, ami helyettesíti. Hogyha van eredménye. Ha nincs eredménye, akkor folyamatosan visszatér ez a fajta ventilálás. Mi lenne az eredmény? A konkrét helyzetben, ami számomra a legeslegfontosabb, hogy felépüljön egy olyan szakmai bizottság, akik tényleg szakértőkből álló bizottság, akik kivizsgálják ezt a helyzetet. Megállapítják azt, hogy ez fizikai és verbális abúzus volt-e vagy sem, tehát azt mondja ki, hogy mi boszorkány üldöztünk valakit, és az valaki ártatlan, vagy nekünk igazunk van ebben a helyzetben, is, ez az, felel egy etikai kódex, ami érvényes minden egyes színházra, és innentől kezdve ezek a dolgok büntetve vannak, illetve ö, ennek következményeik vannak. Te a mai magyar szakmai és politikai viszonyok között bármi esélyt látod ennek? Abszolút Marci. Persze, hogy a fenében? -e? Hát hogy a fenében? -e? Nem itt hát, hát, amikor uh, régen. Ha most megnézzük például, mi akkor, amikor Kisbé Béla Attila, egyébként ugye te is elmondtad, hogy miket követette az Operett Színházban, most ugye osztályvezető tanár lesz az szf és most mehetünk végig a további tanárokon, akkor ez egy reális elvárás? Abszolút mértékben. Ha nem, ha nem várod el, akkor buktad. Ha ezt nem. Azt értem, de hogy ha, ett, ha ettől teszed függővé a saját mentális jólétedet, hogy bekövetkezik-e a számolás és bekövetkezik -e az igazságtétel, akkor olyan erőknek teszed ki magadat, amikre nem feltétlenül van befolyásod. De szerintem meg van befolyásunk. De, de szerintem meg van. Tehát abban a pillanatban, hogy ez a 14 ember megfogalmaz, hogy mi, hogy mi történik, annak a vége az lett, hogy az senyeni már nem a vígszín az igazgatója. Ez egy nagyon fontos lépés. És hallgatás vezeti a tetteit. Nem. Mert 70 ember elment, és elmondta a történetet. Ott van egy ilyen a bizottságnak, amiben nem volt egyébként szakember, és amely bizottságnak a munkájáról a mai napig nem tudunk semmit. Akkor mostantól kezdve nekünk az a feladatunk, amit csinálunk is, hogy számon kérjük, és azt mondjuk, hogy mi lesz, a, mi lesz, ennek az eredménye. Hol van az etikai kódex? Amikor találkozom veled, vagy amikor elmegyek a következő interjúra, minden egyes pillanatban ezt el fogom mondani. És addig fogom ezt mondani, amíg ez meg nem történik. És addig fogom ezt mondani, amíg egyszer csak a kis le ki nem lesz hívva egy osztályfőnöki óráról, és számon nem lesz kérve. És beidézve akár rendőrségre, akár Bíróság elé. Ezért kutya minden egyes helyzetben belállni brutálisan, és nekem nem szabad azt vizsgálnom, hogy, hogy és fölháborodni, és fölrobbantani az agyamnak, hogy mi a büdös francot keresed az ember a Színház és Filmművészeti Étért Alapítványnak a különös ö, ö, mézes várában, hanem azon kell gondolkoznom, hogy az a harc, amit mi csinálunk, meg azok az interjúk, beszélgetések, számonkérések, amelyek most akár az eszenyi ügyjel kapcsolatban tovább gördíthetőek, annak ő érintettje lesz erre mindjárt még rákérdezek, de egy pillanatra menjünk még vissza Eszenyénikőhöz. Ugye neked Martól László részben tanárod is volt az egyetemen, Abszolút, részben, Abszolút, hát, meg hát. egyébként rendezett is téged. Igen. Marton Lászlóval kapcsolatban nem találtam tőled semmilyen nyilatkozatot, amikor ugye Sáros Dirilla kiállt a saját élményével kapcsolatban. Neked tudásod, saját személyes benyomásaid alapján Martól László ténylegesen bántalmazó személyiség volt, te mit tudsz erre mondani? Nem, nem volt az. Tehát hogy én ezt nem, nem, nem tudom nem, nem tudok ilyen történetet elmesélni, nem is láttam. A szembesülés Ározilla vallomás alapján? Igen, igen. Az, igen. hogy lehet valakinek ilyen élményevel kapcsolatban? Igen, igen. Sőt, ráadásul az mindjárt elmondom, hogy nagyon érdekes dolgot generált bennem. A Marton nálunk tartott egy kurzust, ami egy Ibsen kurzus volt. Hihetetlenül hogy szuper volt. Én nagyon élveztem, és az ő gondolkodását is. Tehát én emlékszem arra, amikor az volt, hogy valaki nem volt elég intenzív, és a Marton bejött három nap múlva, is megnézte a jelentet, és mondta, hogy nem elég intenzív, és egy fehér ing volt rajta, és vakbél műtét után volt éppen. És emlékszem arra, hogy mondta, hogy, hogy nem, nem jó, amit csinál, nem úgy van, nem is Elkezdte csinálni a dolgokat, elkezdte valami, mutatni, hogy hogy kell intenzíven belemenni a dolgokba, és fölmászott ez a 70 éves ember egy asztalra, és elkezdte mutatni, hogy mi az indulat, meg mi az, hogy hogy belán, és emlékszem, hogy átvérzi. A fehér ingje, a frissen műtött sebe. És azt éreztem, hogy ez az ember ezt tényleg beleáll. Ez az ember ezt tényleg belerakja a dolgot. Tehát nála éreztem először azt, hogy atya úristen, hogy, így, hogy ő tényleg át akarja brutális mértékben adni azt a fajta tudást, ami benne van. Ugye az oknyomozó újságírók alapján tudjuk, hogy Marton Lászlót kitiltották szexuális bántalmazás zaklatás vágyai miatt, amely beigazolódtak ott. Ettől függetlenül egyébként ő lehetett továbbra is főrendező igazgatója a tanára az szf De Te életszerűnek tartod azt, hogy neki erről a kitiltásáról nem volt tudomása a legközvetlenebb kollégáinak? Nem, 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 nem tartom. Nem, de közben meg igazából szerintem van egy ilyen... Um, Nagyrészt az is benne volt a pakliban, hogy egy ilyen, ilyen nagy, nagy, nagy néma csönd nagy néma csönd, hogy bizonyos dolgokról nem beszélünk. Tudjuk az, de... Ez már akkor az egyetemen is azt mondod. Nem, azt nem tudom. Nem, nem. Az egyetemen ezt nem tapasztaltam. Nem, nem, nem. nem. De, nem, de én a, én a sem tapasztaltam ezt. Én egy pillanatban sem tapasztaltam azt, hogy Marton bárki tabuzált volna. És mit gondolsz az áldozatairól? Azt gondolom, hogy amikor a Lillának a történet előjött, az egy nagyon érdekes pillanat volt az én életemben. Mert egy, a, a maga a MeToo mozgalom, a maga a az ügye, hogy a Lilla beleállt itt Magyarországon, az azért marha érdekes, mert nekem is felhozott példákat az életemből. Tehát, hogy elkezded olvasni ezeket a cikkeket, és amiket igazából az életedben így arrébb meg azt mondod rá, hogy ja, hát ez volt, de ez nyilván semmi nem volt, Ho rájössz, hogy hogyha valaki előtted áll egy lakásban, amikor te 16 éves vagy, egy felnőtt ember lakásában, és nézed a DVD-ket, és éppen lemered a, a Rocky Horror Picture DVD-t, és megnézed, és fölnézel, és előtted mesztelenül áll egy férfi, törölgetve így a haját, mert éppen most fürdött le, az nem normális. ezek egy konkrét életmód. Igen, igen, igen. De amikor én velem, vagy amikor ugyanez a férfi, férfi utazol egy autóban, és, és aztán az elbúcsúzáskor, te az anyagos ülésen rácsapja a combodra, és csak így ennyit csinál. Hogy ez nem oké. Okay. De te 16 éves vagy, és, és az van benned, hogy há, biztos ilyen a színész szakma. Biztos ilyen az a művészvilág. Ez ilyen. Most csak biztos azért csinálja. És, el, és el, Mert és, magyar emberről beszélünk, a ezt veled Igen, igen. És én azt tudnod kell, hogy én, a, amennyire látod, hogy így keményen belállok ezekbe a történetekbe, de az a pillanat, az a felismerés, az akkor jött el, amikor a Lilla kirobbantotta azt az ügyet. És amikor az a, az a felismerés, hogy ez velem is megtörtént, basszus kulcs ez az, előtte így férfi, előtte megfogta a combomat, végig simította a combomat, ez az, akkor ismerem fel, hogy azért fontos nekem erről beszélni, hogy ne csak az én lelkiismeretem nyugodjon meg, vagy ne csak én dolgozzam és ventiláljam ki ezt, hanem amikor következő alkalommal, a következő próba folyamat alkalmával, akár most a Vígszínházban, az enikő nincs ott, de hogyha valaki van ott, és művész, koreográfus, rendező, bárki, de ugyanígy ordít torka szakadtából, akkor állj ki magadért. Akkor állj bele Azért mesélem el a történetet, azért mondom el, mert ezt nem engedheted meg, hogy megtörténjen. Nekem az aha-effektusnak a katalizátora kell, hogy, hogy legyen a, a történetem. Ezért fontos ezeket elmesélni. És ezért iszonyatosan brutális jelentőségű ezekbe belállni. És Marci, csak egy dolgot engedj meg, hogy elmondjak. Amikor Vinyászki Attila azt mondta, hogy Essenyi Enikőbe azért álltunk bele, mert nem jött el a decemberi tüntetésre a az elé az tulajdonképpen az egyik legdilettánsabb dolog volt, amivel találkoztam Attila munkássága alatt. Mert abban a pillanatban volt lehetőség arra, hogy legyen egy etikai bizottság, ami mellé ő is beleáll. Amire azt mondja, hogy igen, Fontos, hogy az én színházamban se történjen ilyen, az színházban se történjen ilyen, és Békés Csabán se történjen ilyen. Sehol ne történjen ilyen. Ezért összefogva veletek, ezért összefogva a szakmával, most kollektívan kialakítunk az én hatalmamat használva, amit megszereztem, egy olyan etikai bizottságot és etikai kódexet, ami mindenkire igaz lesz. Nem? Ő fogta és kirántotta a politikai platformra ezt az hülyeséget, és azt mondta, hogy azért, mert az zenikő nem jött el azt a művészembert, aki az aklatód volt, megkívánod nevezni? Nem. És hogyha elmeséled a történetet, de nem nevezed meg a szemét, azzal nem táplálod -e te magad is azt a toxikus gyakorlatot, ami az elhallgatás és ilyen értelem. Hát az ne... Ne... Igen, az ember menekülését... Igen, De az ember már ezt. Ezt honnan tudod? Mert, uh, <laughs> mert tudom, te tudom, tisztában vagyok vele. De ez maradjon az én titkom. Eljöttél a Vixinházból. Igen. Megszabadulás? Hú, óriás levegő volt. Hú, azt a mindenét. Hú, tényleg ilyen hú, fel, fellélegzés volt. És hú, tudom azt, hogy utána még éveken keresztül át, most is megemlítjük, most is iszonyat dolgok jönnek elő. Tehát érzem, hogy ég a fejem, ahogy erről beszélünk. De látod, már bocs, de most, hogy, hogy milyen, um, én nem, hogy milyen, én nem életvezetési tanácsot akarok neked adni, hanem csak, ha mondjuk én ilyen trauma együttesen mentem volna keresztül, én biztos vagyok benne, hogy akármilyen lelkérőt is tulajdonítok magamnak, tudom azt, hogy ez részben egy védekezési mechanizmus is, tehát muszáj valamilyen módon legalább egyszer megpróbálnom beszélni egy mentálhigiénis szakemberrel, szakpszichológussal, hogy nézze meg, hogy egyébként jól mérem-e föl magamat, mérzálkozol zárkózol -e el attól, hogy ezt akár csak egyetlen gyűlés alkalmával találkoz egy ilyen szakemberrel és beszélj erről. Megpróbál megfogalmazni neked, Marci, remélem sikerrel járok. Azért, mert az az indulat, ami bennem van, azt gondolom, hogy ha ezt te nem látod, ha nem veszitek föl, ha nem látszódik, és nem élem újra ezeket a történeteket, attól félek, ami történik egyébként, hogy hiteltelenné válnak ezek a történetek. Ha nem tudom ezeket kiv kiventilálni ilyen helyzetekben, mindig újraélni ezeket a történeteket, akkor, akkor egyszer csak az történik, hogy ugyan már hát csak egy hónajról nyalatot le, lekvárt. Ez nem erről szólt. Ha ezek az érzések nekem meg kell, meg kell, hogy maradjanak a lelkemben. Én ezekből dolgozom. És nem... most azt mondod, hogy azért nem akarod ö, feldolgozni ezt a traumát, mert máskülönben nem lennél képes a nyilvánosságon ezt hitelesen képviselni? Színészként én ezzel dolgozom, ezekkel a dolgokkal. Ezeket téped föl. Tehát mondjuk, hogy ha mondjuk ö, van egy előadás, amely színészként dolgozol, van egy lelkiállapot, amiben bele kell kerüljek, akkor olyan sebeket tépsz föl, amiket normális esetben egy. Ö, egy pszichológussal, te neked fel kell dolgoznod, és hónapok alatt, évek alatt azt elmulasztani. A színész azért egy félelmetes a, 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 a feldolgozás egy... azt jelenti, hogy elmulasztódik? Igen, hát szerintem igen, vagy igen, vagy, vagy, vagy tudsz, egy, tudsz kevés indulatosan beszélni róla, vagy az, hogy rá tudsz látni. De egy somó helyzetben a színésznek pont szerintem ez a, ez a félelmetes csapdája. Hogy ezek az érzések, ezek, hogy ezek azért vannak, mert ezek muníciók muníciók arra, hogy, hogy hitelesen tudj egy bizonyos dolgot elmondani, hitelesen tud egy szerepben szerepen és hitelesen tudják képviselni egy ügyet, amíg el nem múlik. Ez a magyar színház egyik ilyen nagy rákfenéje, vagy egy ilyen nagy... Mi? Hát ez a fajta Betegítsd el saját magad annak érdekében, hogy hitelesen tudj traumákat megjeleníteni koncepció. Azért ennek az áldozatait széles körben ismerjük és látjuk. Most anélkül neveket említenénk, és nem csak a jelenünkben, hanem évtizedekre visszamenően. Szerintem önmagában... A... Ez nem egy toxikus gyakorlat a Magyar Színháznak? Szerintem, ha valaki jó kezeli ezt a dolgot, ezért mondom, hogy Szerintem nagyon fontosak a szakemberek osztályon belül is, és intézményeken belül, is, színházon belül is. Ha jó kezeled ezeket a dolgokat, akkor egy előadás az lehet egy, 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 egy traumának a feldolgozása is. Noár. Először ez ugye még egy művésznév, és aztán mozgalommá válik. Majd beszéljünk erről a váltásról is, de leginkább az érdekel, hogy mi indított téged el, mert erről nagyon sokat beszéltél a korábbi interjúidban a közéleti aktivizmus iránt. És igazából úgy fogalmaztad meg, hogy számodra, és most is erre hivatkoztál, hogy a színházi véleményformálás és szerep mögüli beszélés, vagy beszédmód nem volt kielégítő. Engem az érdekel, hogy ezt miért az most a színház funkciójával. Tehát, hogy miközben nyilvánvalóan az a polgári színházi működésmód, amit te leírtál, megértem, hogy milyen korlátai vannak, és mi miért érezted uh, alkalmatlanak arról, hogy kifejezze azokat a gondolatokat, amik foglalkoztattak téged konkrét közügyek kapcsán. De ugye ez miért jelenti azt, hogy el kell hagyni a színházat, és dalt kell élni, videoklipet kell forgatni, mozgalmat kell szervezni. Miért nem volt alkalmas a színház egy más formában ezeknek a kifejezésére? Egyrészt azért, mert szerintem nem volt lehetőség az interakcióra sokszor a nézőkkel. Um, héttől fél tízig volt időd arra, hogy jó esetben ezerből, ezer emberből eljutas x embernek gondolatokat egy Brechten vagy Shakespeare-en keresztül, uh, és ezek a dolgok szerintem felgyorsultak. Az én, az én életemben biztos. Én sokkal gyorsabb, intenzívebb hatást szerettem volna elérni. Hogyha a migrációról beszélünk, akkor használjuk a művészetet, de akkor használjuk ugye ezt én ezt szeretném. Uh -huh. Eper egyben megfogalmazni ezt, hogyha az oktatásról, a, a klíma- és ökológiai katasztrófáról, vagy a hajléktalan emberek helyzetéről beszélünk, akkor igenis beszéljünk, akkor hadd beszéljek én róla. De mire beszéltél a színpadon is erről? De mondj egy előadást, ami ezzel foglalkozik. Hát nincs, de csináld meg. De, de egy előadást másfél hónapon keresztül próbálsz. Másfél hónap után, jó esetben. Mondjuk ki az, aki megveszi? Ki? Mondjuk a, a, a Radnótinak a Teslája? Ne uh -huh. férnek százan. Megnézik hány százan egy alkalommal. Számolt ki, amíg ehhez képest a tanulni akarunkat, YouTube, meg Facebookon, összesen nézték meg három millióan. Sokkal több embert érsz el, sokkal brutálisabb dolgokat indít, indít el. Nem, nem, nem az történik, hogy másfél hónapon keresztül egy sötét teremben ülsz, hanem folyamatosan szakértőkkel találkozol, informálódsz az ügyről, te is olyan több letudással fogsz rendelkezni, ami új, ami nem egy leírt szöveg, mint mondjuk Brecht, vagy akár Shakespeare, vagy akár íbzel, hanem hanem te írod a szöveget a szakértőknek a véleményéből, és utána azokat adod át, és robbantod be a lelkeket. És szerintem ez az, amit a színház most egy picit kisebb, lassabb tempóval csinál. De lassabb tempóval csinálja, vagy csak kevesebb embert ér el? Melyik az, ami jobban mind a frustrál? kettő, frusztrál? mind a kettő. Melyik az, ami téged jobban frusztrál? Mind a kettő. Az, mind a az, kettő. Hogy kevesebb embert is ér el, és lassabb tempóban csinálja. És nem annyira, tehát nem, nem annyira bátor. Pártpolitika. Csak idézzek téged, a Noár célja nem politika, hanem egy olyan szellemiséget és eszmét tudjunk képviselni, ami Magyarországon a kuriózomnak számít, amiben nincs jobb és baloldal. A Noár párpolitika felett áll. Ez azt jelenti, hogy foglalkozunk politikával, hiszen a politika az ókori görög eredetű szójelentések közügyekkel való foglalkozás. És, de a párpolitikával ilyen téren szerintem én, az én nézőpontom szerint, és én azt szeretném, a Noár mozgalom se foglalkozzon olyan téren, hogy, hogy ne állna fölötte. Tehát, hogy nekünk én például nem szerettek egy színpadon vagy egy tüntetésem, nem is szerepelünk, sose egy tüntetésem párpolitikussal. Mert ezzel próbáljuk megóvni a a mindenkori függetlenségünket. Uh -huh. az, egy, az, hogy, az, hogy például kijöjjön bármely akciónkra, szíve joga. Tehát, hogy nyitott az ajtó előttük. De például a stábtagja nem lehet olyan ember, aki, akire mondjuk lehet szavazni. Vagy, vagy bármilyen két. Pártpolitikus nem lehet? Nem. Politikai Politikai tagja lehet? Lehet. Pe, nem, nem. Tehát a maga, a stábnak a tagja nem. A, az Politikai akci... párttagja sem? A stáb, ez egy, ez egy mikrostáb. Igen, igen, igen. igen. Nem az lehet, hogy, az lehet, hogy ki akcióra. Tehát, mint tudom, aktivista vagy önkéntes csoporthoz lehet csatlakozni bárki. Okay. Hogy... ez nagyon érdekel engem, mert ugye, tehát az elmúlt 10-11 év története arról szólt, hogy a magyarországi politikai jobboldal az teljesen ledominálta a színházi életteret is, és konkrétan egyébként mindenfajta egyeztetés nélkül csak is a saját részben kádárait, részben szándékait helyezte el kulcspozíciókban, sőt nem csak kulcspozíciókban, tehát igazából itt a fű azoknak nőtt, akik ebből a szempontból ehhez a politikai tömbhöz lojálisak, hozzásorolhatóak, vagy kedvesek neki. És ezzel szemben van egy olyan attitűd, hogy ez rossz, tehát ez, ez, ezt, ezt így nem kéne csinálni, viszont ebben a politikai képviseletet, ami felvállalná azt, hogy itt a jobb, politikai jobboldala szemben kell valamit fölépíteni, ettől mindenki elzárkózik, most már évtizedes viszonylatban. De nem a hatása kevés, és azt lehet látni, hogy igazából csak annyi történik, hogy a még maradék ellenállás is valamilyen módon depolitizálódik ezzel a tömbel szemben. Mit gondolsz erről a kérdésről? A depolitizálódik, de nem apolitizálódik, és szerintem ez nagyon nagy különbség. Tehát az, hogy szerintem maga a politikában a részvétel, az vagány kell, hogy ljen, az menővé kell váljon, ki kell vennünk a részünket, de szerintem fontos, hogy megértsük azt, hogy ez nem jobb és baloldal kérdése. Tehát ez a fajta attitűdnek a, 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 a felfogása, ez a fajta rémisztő törzsi gondolkodásnak meg kell szűnnie. Mert hogyha ez nem történik, meg, akkor tovább fog szakadni a, 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 a szakadék a társadalmak között. De szerinted, te szerinted. Mi, 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 mi lehetne a noárnak ilyen szempontból mondd meg te? Hogy mi lehetne szerinted a a kérdezem, hogy például mi, mi, miért, volna a számotokra ö, problémás, hogyha egyébként a klímaváltozás, klímaválsággal személy fellépés kapcsán lenne egy karakteres zöld párt is, azt mondaná, hogy már pedig mi egyetértünk a Noárral, abszolút azt szeretnénk, hogyha amit a CO2 kibocsátás csökkenjen, nem tudom, a levegőszennyezettség számolódjon föl, tényleg karakteres törvényjavaslatokat fogunk ez ezügyben beterjeszteni a parlamentbe, támogatjátok, hogy bejussunk. De hát ö, egyrészt nem, mert van ilyen, Igen. mert van ilyen párt, Marci. Mert van ilyen párt, aki dumál. Mi? Értem, de hogyha komolyan venni a szándékot. mutást. Érted? Tehát, hogy ez ilyen ez most beszélek csak. Igen, de én meg pont gyakorlati. nekem pont az a fontos, hogy amikor valaki hitelt szeretne szerezni, szerintem, vagy gyakorlati szempontból szeretne valódi tudást szerezni, az nem más, mint az, hogy megélt alapanyag. Valódi, történet. Valódi, valódi történet. Olyan ügyek, amelyek valóban megtörténnek. Nem kampány szinten beszélgetünk arról, hogy klíma és ökológiai védelem, meg gyermekbántalmazás, meg blablabla, bla, bla, különböző dolgok, hanem valóban teszünk. A civil szféra valóban nagyon sok helyzetben tesz ezért. Azok az emberek, akik pedig bizonytalanok, azok pedig nem nem egy kampány szeretnének, hanem szeretnének valóban tenni ezekért az ügyekért. Aktívan kivenni a részüket, és gyakorlatban. Amikor azok az emberek, akik elmennek egy hajléktalan szállóra, vagy akár teljes ugye, te is a közmunkádat még te is tolod egyenlőre, tehát hogy te is ott vagy, nyomod a menhelyel együtt az autóban lévő segítséget a hajléktalanoknak, azt soha nem fogja senki tudni tőled elvenni. Ami most nincs a politikusainknál, az az, ami a gyakorlati... Ezt értem, de bocsánat, pont behoztad, akkor egyébként tenap, akkor elmondom, mert tegnap este én kim voltam az utcán, onnan érkeztem ide, és... És volt most például két olyan ügyfelünk, aki 90 után született. Ez azt jelenti, hogy ezek még 30 éves emberek sincsenek, az egyik konkrétan 24 éves, állami gondozásból kerültek ki, és már most az utcán élnek. Erről lehet csinálni videóműsort, meg lehet énekelni, nem lesz fedél a fejük fölött. Attól lesz fedél, hogyha valaki politikai hatalmat szerez, és törvényjavaslatot hoz arra, hogy mindenkinek járjon a lakhatás. Az a helyzet, hogy a politikusok számomra olyanok, mint a kalász. És a kalász az arra hajlik, amerre fúj a szél. Amikor, ha en, erről csinálsz egy videóriportot, ha erre felhívod a figyelmet, ha erről csinálsz egy számot, ha erre lesz egy kritikus tömeg, aki azt mondja, hogy ez nonsens, akkor változni fog. Magyarországon az mondja, alapvetően a véleményformáló vagy nyilvánosságban megbecsült pozícióval rendelkező emberek legtöbbször nem szoktak mondjuk például fölvállalni politikai szimpátiát, pont azért, mert nem akarják megfizetni annak a költségét, hogy esetleg az ő személyük bármilyen módon is összefüggésbe kerüljön annak a személynek vagy pártnak egyéb ügyeivel is, hiszen nyilvánvaló, hogy vagy utóbb lesznek majd ügyek, kell majd valamilyen módon esetleg felelősséget vállalni olyan történésekért is, amiket a háta nem kíván az ember. De közben meg a kontextuspontun arról nyilatkozta 2019-ben, idézte, hogy Texasban egy szélsőséges az emancipáció elleni, sovinista képviselőt akartak megszavazni, azonban Taylor Swift, aki nem vesz részt a politikában, és rengeteg Instagram követője van, arra buzdította az embereket, hogy menjenek kell szavazni, de jól válasszanak. Ugye Taylor Swift konkrétan megmondta, hogy a Demokrata Párt Igen. egyébként szocialista képviselőre kell szavazni, sőt, Taylor Swift azt is megmondta, hogy Bernie Sandersre kell szavazni Igen. az előválasztáson. Ha ő a példád, és ő láthatóan bevállal konkrét személyeket, konkrét politikai oldalt a támogatásával, pártpolitikai oldalt, akkor nem a következetlensége, hogy te közben mégis azt mondod, hogy mi pártpolitikától mentesek vagyunk. Nem, azért, mert azt gondolom, hogy a Noár nagyon máshol tart már ilyen szempontból. Tehát, hogy én ezt szerint, ez egy, amilyen, az egy mozgalom. Taylor, Taylor Swift pedig egy egy énekes. Ezért felelőssége például akár Majkának, akár a különböző követők, akár Dancsó Péternek, akár Perknek belállni ezekbe a helyzetekbe és elmondni konkrétan, hogy mi a helyzet. Tehát ők nyugodtan megtehetik. Szerintem én már az én felelősségem az ennél sokkal nagyobb. Olyan, azok az emberek felé, akik. Hát körbe... éppen ezért, de ebből is következhetne a felelősségvállalás. De, akik körbeveszik a Noárt, szerintem azok felé. És szerintem pont az, és szerintem ezért komplexebb ami, gondolatunk az, hogy nem mondom meg, hogy kire, azt csinálják meg azok, akiknek van 200, 300, 400 ezer követőjük. Mi azt mondjuk meg, hogy miért? Gáron, egy mozgalom politikai képviselet nélkül az nem egy fából vaskarika? Nem. Miért lenne az? 12 évünk, ha megállítanak a klímaváltozást. 12 évünk, hogy ezt mondják a tudósok. Igen. 12 évünk van, ehhez azt jelenti, hogy már ma is késő lenne beterjeszni azokat a törvényeket, és nem csak Magyarországon világviszonylatban, ami radikálisan visszavágja például a CO2 kibocsátást és így tovább a fosszilis energiáknak a felhasználását. Ehhez nekünk törvények kellenek Magyarországon, Igen. Amerikában, Kínában. Hogyan lesz, hogyha közben azt mondod, hogy a politikai képviselet az nekünk nem ügyünk? De, de ezt a mi gyerekeink, a mi gyerekeink, visszanézek majd erre az időszakra, azt fogják hogy papa, Baromi jól megénekelted, hogy mi a probléma, de, 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 miért nem? Miért nem azért küzdöttél, hogy változzanak meg azok a törvények, amik lehetővé teszik a klímakatasztrófát? És erre mondtam, Marci, hogy szerintem, és innentől kezdve jön be a képbe az, hogy ha most a pártpolitikai szempontból te ben vagy a parlamentben, vagy a parlamenten kívül egy aktivizálódó, izgalmas, cselekvő közösséget teremtesz, melyik az, amely előbb el fog érni a változást? Tehát ez, ez, ez egy óriási kérdés. Miért a kettőt külön választom. Azért mert, azért, mert, azért, mert a kettőt együttműködtetni. Azért, Mert szerintem az a, a felmérések, amikor arról beszélünk például, hogy melyik trend felé mozduljon a párpolitika, abban a pillanatban szerintem azok a felméréseken múlik azokat a trendeket vizsgálják, felmérések alapján, kimutatások szerint megvizsgálják, hogy ki mit mond, éppen mondjuk a Fideszes szavazók 10-ből 8 százalék, vagy 10-ből 8 ember azt mondja, hogy fontos meg a klímavédelem. Pár hónap múlva, két hónap múlva klímaterve van a Fidesznek. Ez miről szól? Ez arról szól, hogy a parlamentben lévő LMP már nagyon sokat gyára mondta el azt, hogy mennyire fontos a klímavédelem, vagy az, hogy a küldt kint, tízből nyolc fideszes szavazó azt mondta, hogy nekik fontos a klímavédelem. RTL Klub, és a végén tartunk már nagyon. Én élvezem, nem kell, meg beszélgethetünk. Eszéljenik amikor kiderült az állatos énekesben, megfordult a fejedben, hogy ott hagyd a sót? Igen. Igen. Meg. Mi tartott végül bent? Uh, hogy beszéltem a producerekkel. És volt a válaszuk erre? Az, hogy nem tudták el azt, hogy, hogy, ilyen, hogy ilyen ennyire intenzíven benne vagyok ebben a, ebben a történetben ők nem, nem ő csak emiatt látták volna ezt kifogásolhatónak? Hát ezt, ezt, tőlük kell megkérdezni, ezt a dolgot. Az a helyzet, hogy szerintem az RTL klubnak a felelősség ebben a helyzetben egy, én nem szeretném, nem szeretném vagy, vagy kisebbíteni az ő felelősségüket. Viszont az a helyzet, hogy, hogy amiről beszéltünk az előbb, a magáról a kivizsgálásról, az etikai bizottságról, az etikai kódexről, mivel nem jött létre, ezek nem történtek meg, ezek a dolgok, ezért az RTL klub teljesen legitim módon hívhat meg egy eszenyi műsorába. Érted? De hogyha egyszer csak egy eljárás van ellene, ha van egy etikai vizsgálat, ha van egy szakértői csapat, akik számon kérnek, és tudod, hogy van egy vizsgálat ellene, akkor azért akkor már elgondolkozol, bármekkora multi vagy, hogy elhívod-e vagy nem hívod -e el, lesz egy vendégként. Abban a pillanatban, hogy az ő magatartása legitim, ez ennyi erővel, érted, el lehet hívni simán. Tehát, hogy logikusan volt ott. És szerintem az, hogy, és az, hogy nem oké, okay, rohadtul nem oké, okay. tehát nem, nem, hogy nem oké, okay, hanem felháborító, hogy ott volt, de logikus. Mert mivel nem volt következménye a tettének, ezért természetesen szerepeltetik az RTL Klub letiltja azokat a videókat, amiket esetlegesen felhasználnánk a műsorban, hogy be tudjunk mutatni helyzeteket, például mondjuk, amikor, zebraként szerepeltél az állarcos énekes, ugye akkor csak elmondani hogy tudjuk a nézőknek, ugye, amikor a lelepezésed megtörtént, az SF és Maszban volt, ezt nem tudjuk bemutatni. Viszont van egy másik RTL-es produkció, amiben kapcsolatban szeretném megkérdezni a véleményedet, és amiből szintén nem tudunk videó részletet mutatni, de van két képünk, és szeretném most akkor ezt bekérni. Ugye ez a Mi Kis falunk című sorozat volt, amelyben hárman játszottatok közmunkásokat, falusi közmunkásokat. Itt ugye a legfontosabb attribútumai ezeknek a szereplőknek az volt, hogy meglehetősen alacsony intelligenciával rendelkeznek, szegények, koszos a ruházatuk, az arcuk, és eléggé elaggott, és hát az egész viselhetők eléggé elaggott. A te megítélésed szerint mennyiben volt sztereotíp ez a fajta szegénység ábrázolása, amivel a mi kis falunk élt? Mérhetetlenül sztereotíp volt. Uh, ennek, az elő, ennek, a, ennek a következő képre, ami tovább bonyolítja a karakternek az összetettségét. Uh, nem, de hát ugye uh, ez, uh, ez mérhetetlen sztereotíp volt, és ez okozta valószínűleg azt a, azt a humorfaktort, amilyen nézettséget át érni ez a, ez a műsor. Ami, ami, érdekes, az az, hogy az... áron megengedhető a nézettség? De ezt kifejtem, megpróbálom kifejteni, és akkor megnézem, hogy, megnézem, hogy, vált, hogy e a kérdésedre. A mi kis falunknak ezek az arhetipusai, akik megjelennek ebben a filmben, ebben a sorozatban, meg örömmel, szeretettel és, és kíváncsisággal és jófejséggel jó, fej, jó mesélik falubeliek, hogy nálunk is van egy ilyen figura. Nálunk is, fe, nálunk is van Matyi. Ez nagyon sokszor, ugye ez a karakter, akit látok, ez a Matyi nevű karakter, nagyon sokszor jön vissza. Nálunk is van. Ez ott feleledzik, Nálunk a közmunkások ugyanezt csinálják, ugyanezt történik, stb. 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 Tehát, hogy igen, tehát, hogy ezek a figurák megjelennek. Azért válik arhetipussá, azért válik egy ilyen általánossá, egy ilyen figura, mert ezek megjelennek a falu különböző részeiben. A polgármester, aki a hátsó kertjében van a tó, a, falu hülyéje, a falu alkoholistája, a falu bikája, ezek megjelennek, ezek, ezek arhetipusok. Ezekből csinált igazából sorozatot, ugye, kapitányi vagyis hát nem is ő, ez egy ez egy megvett anyag. A maga az, hogy ebben mit tud elrejteni az írógárda, az egy izgalmas dolog. Beszél a szavazásról ebben a sorozatban, beszél a, a lopásról ebben a sorozatban, egy csomó-csomó olyan dolog van, amiben tulajdonképpen egy picit segít neked, most mindjárt picit fölmentem, aztán utána mindjárt máspicsit csinálok, picit segít neked kinevetni a hatalmat ez a sorozat. Segít neked egy picit abban, hogy, a, hogy a, egyszer csak ezek a figurák, akik körbevesznek téged, és akiknek brutális mennyiségű összeg van a számlájukon, íratlan mennyiséget lopnak, te félsz tőlük, uzsorások, politikusok, miniszterek, egyszer csak megjelennek ebben a műsorban, amit te nézel, és tudsz rajtuk nevetni. És következő alkalommal, amikor találkozol ezekkel a figurákkal, akkor hasonlóképpen ki tudod nevetni. Szerintem ilyen szempontból tud ez hasznos lenni. Színészileg mm. nem színészileg, ez a negyedik évad, az egy kínszenvedés volt. Az Iván azért megpróbálta ebbe a műsorba belerakni azt, hogy, hogy ebben legyen kritika is. Tehát, hogy ebben... Köszönöm. A, tehát az, ezekkel a hatalmakkal szemben, ezekkel az archetipusokkal szemben, akiktől félünk. De ő szórakoztatni akarta ezzel a műsorral. Tehát, hogy ez, ez nem kérdés. A Matyival kapcsolatban csak annyit akartam neked elmondani, én nem állhatok ehhez a karakterhez hozzá, hogy ez egy egyszerű karakter. Tehát nekem muszáj színészként azért ebbe beleraknom valamit. Tehát muszáj megcsinálom azt, hogy ebben valami... valami tehát a, egy csomó dologban tök igaza van, ha megnézed, jó. Miért kell koszosnak lennie? Az egyetlen szereplő hármas az egész sorozatban, akik folyamatosan koszosak. Ők hárman koszosak. Igen. Igen. Mert elvileg, Ez munkások. Mert elvileg dolgoznak. De még nem dolgoznak mások is dolgoznak a sorozatban, a kocsmáros is dolgozik, a polgármester is dolgozást némel. De, hát most ez nem tudom, ilyen, ilyen, technikai dolog kérdése, de hogy ők azért földön dolgoznak, nem tudom, dolgoztál egy földön, például ilyen közben. Azért gondolom, utána megmosakodnak. Tehát, hogy... nem, nem, pont ez a lényeg, hogy ők sosem mennek haza. Tehát ezek, ezek azok a figurák, hogy nem mennek haza, a kocsmában töltik az minden napjukat, és amit miatt koszosak, amiatt az az, hogy művelik a földet. Tehát, nem is tudom, tehát, ez nem is olyan fontos. Tehát, hogy sok helyzetben vagyunk koszosak, és megyünk be a kocsmába inni. Folyamatosan. Igen. Igen. Tehát, Marci, tehát az nem is kérdés, hogy ez... Uh... Ápolatlanak, érted? Tehát, hogy azért, a, a sorozat azt mutatja, hogy a közmunkás az uh, teljesen igénytelen, és semmi fajta, hogy mondjam mint, tehát tényleg a legalapvetőbb ilyen civilizatórikus minimumoknak sem képes megfelelni. Igen, tehát ez, tehát ez, ez, gáz. Ez nem is kérdés. Tehát, hogy persze, de hogy így... Azért kérdezem ezt, bocs, tehát én nem a sorokba akarok szorítani, de te, de, Noárként, ne, 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 teheted, te egy nagyon karakán kiállással képviseltél egy olyan attitűdöt a Színművészeti szerepfelfogással kapcsolatban, ami Magyarországon abszolút nem elterjedt. Szerintem ez nagyon üdvözlendő dolog. De közben, meg, hogyha emellett ebben a sorozatban hozzájárultál a közmunkásokkal szemléli sztereotípiák erősítéséhez, az nem ássa alá a te közéleti hitelességedet. Szerintem színészként az van, hogy te egy puzzle darabja tudsz lenni. Ha egy filmnek, minket sorozatnak a része tudsz lenni. Nem tudom befolyásolni az írott anyagot, nem tudod befolyásolni azt, hogy mennyi műanyag termelődik egy ilyen alkalommal, de ahhoz, hogy a noir tudjon működni, ahhoz, ha ezt nem forgatom le, akkor nekem nincs pénzem. Ezen kívül van egyrészt az is benne, hogy ez a sorozat a maga léptékeihez képest kritikát is fogalmaz meg, a maga léptékeihez képest nem, nem egy olyan vállalhatatlan, Ö, dolog volt, amiben azt, azt éreztem, hogy na ne, nem, nem, ez, ez, ez gáz, hiszen a forgatókönyveket mindig megkaptuk. Az más kérdés, hogy mindig olyan szerződést akartak velünk aláíratni, ami teljes mértékben le, lekötelez, és kötelességünk volt visszamenni. Ö, de hogy, de hogy önmagában szerintem ez, a, ez az út, ezt, ezt nekem ki kell próbálni, azt, hogy aztán utána tudjak veled és véleményt mondani arról, hogy ez belefér vagy sem az életemben valaha még. A 2020-as évtized az azt gondolom, hogy a mindannyiunk közös élete szempontjából meghatározó jelentőségű lesz. Ha más miatt nem is, már csak amiatt, amit mondtam, ugye pont a klímakatasztrófa kiteljesedése kapcsán, ez utolsó évtized, amikor valamit még lehet tenni ennek érdekében. milyen várakozásaid vannak, hova fog elérni a Noár az évtized végére, a mozgalom, és te személyesen hol fogsz tartani a 2020-as évek végén? Nagyon boldog lennék, hogyha ha sikerülne anyagilag révbe érnünk, tehát hogy egy, ez a kilenc fős táb, aki most itt van, az tényleg így pengén tudna működni, és, és, olyan támogatási metódust tudnánk felállítani, amiben hosszú távon tudunk tervezni. Most egyelőre nem ez van. Kicsit ilyen eklektikus, meg, meg sok helyzetben tényleg az van, hogy azt gondolják az emberek, hogy nekünk van, nincs. Tehát attól félni, hogy jó, hogy minőségű egy klip, az nem azt jelenti, hogy van. Uh -huh. uh, másrészt pedig nagyon szeretném, hogyha egy stabil bázis lenne, egy stabil csapat lenne, aki összejön és összeérve tudnánk megcsinálni ezeket a dolgokat, amelyekben, uh, amelyeknek a részesei vagyunk. Másrészt pedig az ügyek uh, hatására valódi, uh, olyan aktivista és önkéntes csapat jönne létre, akik, akik tényleg tovább gördítik és tudatosan tesznek azért, hogy egy szabadabb és nyitottabb országban tudjunk élni. Én uh, ezt ez talán ez a ez a reklám, a reklám, része, a, 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 való, a noir reklám része, de talán a, a, magánéletemben az, hogy van egy gyerekem, aki büszke ránk, a feleségemmel, akinek bele tudok nézni a szemébe, érted? Aki, akire azt tudom mondani, hogy így olyan országban nő föl, ami, amiben menő magyarnak lenni, amiben azt mondja, hogy menő ez az ország, kösz, nektek, hogy ezt azért ezt kibrusztoltátok és nem, nem kussoltatok. Köszi szépen. Tehát, hogy hadd nézek bele a gyerekem szemébe. Az egy nagyon nagy, nagyon nagy felelősség. És talán ezért is fontos, Marci, még volt egy szünet, gondolkoztam ezen, hogy hát, hogy elmondjam -e annak az embernek a nevét, aki ezt csinálta velem. Én gondolkoztam ezen most elég sokat, az egész beszélgetés alatt igazából hátul volt az ördög a fejemben, hogy, hogy, hogy mondjam, nem mondjam, nyilvános, nem nyilvános. Ez Ezt az embert Frankó Zsoltnak hívják. Sosem mondtam el nyilvánosan, és azt kell mondjam neked, hogy teljes mértében egyetértek veled abban, hogy ha nem mondjuk ki a nevet, és nem nevesítjük ezeket a, az embereket, és nem beszélünk ezekről a helyzetekről, akkor, akkor tényleg valamiféle olyan abúzusnak adunk még továbbá teret, ami, ami ez rejtett. Úgyhogy egyrészt kösz, hogy, hogy ezt erre felhívtad a figyelmet még erősebben a beszélgetés alatt, másrészt meg szerintem ez fontos elmondani. És hogy ez nem csak az emberekről szól, hanem a csöndről, amiben élünk, és arra a brutális helyzetről, hogy hogy tényleg rajtunk múlik, hogy ezeket kimondjuk, és szembeállunk-e azokkal az emberekkel, akik ezt tették velünk, hogy velünk csinálják éppen aktuális, is, akár a színezésfilm műsziti helyzetében, vagy akár magánemberként négy fal között. Kurvára múlik rajtunk tényleg az, hogy bele fogunk-e tudni nézni a gyerekünk szemébe. Valna Láron, színész, közillati aktivista, a Noár mozgalom alapítója. Köszönjük, hogy itt voltál, gyere majd máskor is! Kösz, ez volt a beszélgetésünk Molnár Áronnal, a titulusait már elmondtam, most nem fogom elismételni. Hogyha kíváncsi, hogy nem csak a változatra, hanem a teljes szerkezetlen, vágatlan verzióra is, akkor vagy menj el a podcast platformjainkra, és akkor ott meg lehet hallgatni. A képe is szeretnéd nézni, akkor kérlek, hogy szállj be a finanszírozásunkba a Patreon oldalon keresztül. Ehhez a linket megtalálod a leírásban. Mindenképpen iratkozz a csatornára, ami nem tetted volna, használd a like és a dislike gombokat a véleményed kifejezéséhez. Ha bármilyen kérdésed vagy észrevételed van az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor pedig várunk a komment szekcióban. Van -e egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk, és utóbbin a Partizán Társalgó a címe. Oda is várunk, és akkor tudunk vitatkozni az éppen aktuális témákról. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a figyelmedet, hamarosan találkozunk, addig is ciao.